Hevesi Tamást egyszer gitárosként és zenekarral is látta. Amit Tamás képes volt művelni a nézőkkel, az meggyőzően hatott, névtelen nulla néven, kiemelt sztárszerződést kötött velük. Ruhát terveztetett nekik, klipeket gyártatott, a sikert mégis a szóló karrier hozta. Aztán Janicsák István is csapata az Easy Labor kész csomaggal, borítótervel, látványtervel, jelmeztervel érkezett, és Boros csak annyit kért, hogy hozzanak össze egy teltházas Petőfi csarnokbeli koncertet, és akkor kiadja a lemezt. Egy héten keresztül csak róluk szólt Bétót műsora, majd a teltházas koncert. A kereskedők a lemezt 15 ezer példányosra satszolták, Boros 60 ezeret prognosztizált, 450 ezer lett. Aztán a Republik Együttes Balatonbogláron a Janicsák által szervezett tehetségkutatón felment a színpadra, és Boros Csaba, vagy talán Cipő, mert nem tudjuk, beüvöltötte, hogy indul a mandula. Boros ebben a pillanatban odafordult a gyártásvezetőhez, leszerződtetni őket. Nem tévedett. Hát, hogy miért említettem meg ezt a három nevet? Mind a hárman itt vannak, illetve mind a hárman sokan. Egyrészt Evesi Tamás, aztán Janicsák István, és a Republik Együttes is. Fogadják őket szeretettel. Köszönöm mindenkit, hogy úgysem beszéltem meg egy mikrofon előtt. Már sokat láttam itt a televízióban, mikor Brezsenev társ köszöntötte a nagy érdeműt. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, legfőképpen azért, mert Voga tanárnak szeretném egy külön tapsot, hogyha fogadnám kedves éremében Vigát. Hiszen nem is tudom, hogy ebbe kell énekelni, vagy nem, de mondjuk... Szóval Lajos bácsival az ismerkedésünk, hát most már így kell gondolom, arra, hogy 60 év, hát az elképesztő. Én megmondom őszintén, évről évre jövök utána, most már közöttünk kisebb ez az olgó, de még azért mi összeelőttem egy kicsit, de jövök utána, egyet ígérhetek. Hát kedves jelenlévők, én egyet tudok mondani, hogy Lajost először én építőtáborban láttam gitározni, a bizonyos dalt már hallottam is ma egy más előadásában, és megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy majd egyszer főnököm lesz. Oda keveredtem a Hungarotonhoz, és tényleg egy nagyon profi szerződést kaptunk. Hát nem csak egy profi szerződést, hanem gyakorlatilag minden álmaink a Gyuláról. Hát egy kaptunk ruhát, Lajos öltöztetett bennünket. Hát olyan ruha volt, hogy szó szerint, hogy hát ilyen 2 centis anyagból készült. 37 fokos melegben forgattuk a videoklipet, és fólia kapátot, fólia kalapot, és fólia mellényt terveztetett nekünk, ebből a mellé végül is kimaradt. Elkezdte, azt mondta, hogy ezt a videoklipet megcsináljuk, eltűnő jelzés egy című dalomra, azt sem felejtem el. Elképesztő Kánikulában a Váci utcán oda-vissza, 3 órán keresztül, hihetetlen volt, és hatalmas bukás a videoklip. Így hát, arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha valamit idéznénk ebből a múltból, hiszen a csajok Lajos életében is nagyon fontos szerepet játszottak be, akárcsak minden zenész életében, úgyhogy erről most találkoztunk egy nagyon szép lányjal, egy csajjal, vagy Irénkével. Oh. Ez azért van, Lajos, nem jött el a Túrzonszki szokásához szépen. Semmi, 30 éves csaj, hogy nem jön el, igen. Most jött el, és tulajdonképpen az igazság, hogy a Berké nem nagyon hasonlított rá, de nézd meg, ezt kiköpöttük az kéne. Ő hasonlított a legjobban rá, és neki maradt a nota, jó? Igen. Na. Mi keresett ki volna volna? Jó. Igen, sokat gyakorlott. Még a köves volt még, lehet. Jó. Kösze! Irénke, úgy elhagyom, így kell beszállni, mert olyan sosem tudtam, hogy kell beszállni. Irénke, bunkó vagyok. Irén, ez nem vagy túl szép. Irén, szemét vagy szemét. Irén, hagyjuk is, hogy vagy, nem volt túl fel, hogy eljött el. Belőlem nem lesz erész. Igen, kis tapsot kérdőszépen. Belőlem.
fel. Hát bizony. Itt Lajos 45 perces monológia következik, amelyben most egy 30 percet szeretnék idézni. Mindenki gondolja végig múltak jelen sövőt, magában lehajtott fejjel, hogy vajon Lajos, mikor az előbb láttam, hogy gyönyörű napszemüvegében, mikor elkezdte az első akkordokat, gondolta volna, hogy egyszer itt, ilyen sokan, az ő és az ő kedves barátainak a dalait fogják énekelni. Én soha nem felejtettem, amikor nekem a Lajos azt mondta, hogy ő egyébként feltaláló. Tényleg. Azt mondta, Hevesi, hogy neked meleged van, akkor olyan csokornyakendőt kell venni, ami van egy kis villanymotor. Kapcsolsz egyet rajta, és itt állandóan fog kirulálni, akkor sosem lesz probléma. De a kedvencem a vissza-vissza pillantó tükör volt. Azt mondta, Hevesi, ide figyelj, amikor hátanéz, hátra nézel, akkor látod, mi történik előre. Hátra is kell visszapillantó tükör. És kérem szépen, és igaza van. Irénke úgy áll, hogy ott. Irénk azt mondta, bunkó vagyok. Irén, ez nem volt túl szép. Irén, személy. Ez nem volt túl fel. Boldog szülőnapot!